Sziasztok! Jöhettek, abszolút! Szia, Kata! Ez a helyszín? Itt fogunk? Abszolút! Szerintem ennél jobb helyszín nem találhatunk. Csak így kényelmesen. Igen. Nagyon sokan ismernek téged itt a térségben, de országosan is, mint edzőt, mestert. Szeretnénk, hogyha most egy kicsit jobban megismerhetnének az emberek, mint Nagy Ákost. Honnan indult ez? Tőzsgyökeres bátaszéki vagy? Igen, abszolút tőzsgyökeres bátaszéki vagyok. Egy vasutas apukának és egy boltos anyukának, aki szintén később vasutas lett gyereke, tehát egy abszolút normál, átlagos családi közegből érkeztem. Két szülő, két gyerek. Egy autó, tehát abszolút teljesen átlagos bátaszéki állampolgárok voltunk. Ide jártunk általános iskolába, suliba ide a csarnok mellé. Én úgy döntöttem, a középiskolai tanulmányaimat nem itt folytatom, hanem Szekszárdpalánkon. Vonzotta ez az állattenyésztési, állategészségügyi közeg. Nem is bántam meg, én azt gondolom, egy jó szakmát, illetve egy nagyon jó baráti társaságot kaptam Palánkon, de végül is azért úgy döntöttem a tanulmányaim után, hogy akkor alakultak át a TSZ-ek, és ugye minden magánkézbe került, tehát nem elsősorban szakmai tudás számított, hanem az a vagyon, ami felhalmozódott egy-egy ember kezébe, és akkor én úgy döntöttem, hogy én nem az állategészségügyi állattenyésztés vonalat folytatom. Az agrár főiskola és egyetem annyira nem mozgatott meg, hanem a sorkatonai szolgálat után nem sokkal felvételiztem ide a szekszárdi tanítóképzőre, és akkor a szekszárdi tanítóképzőn testnevelés szakon, testnevelés műveltség területen végeztem, majd ahogy befejeztem, egyből folytattam tovább Pécsen az egyszakos testnevelői szakon. És hogy jött a karate az életedbe? A karate itt Bátaszéken 1983 óta van, tehát egy elég régi történetről beszélünk. És hát akkor ez egy ilyen kultikó, vagy egy ilyen felkapott dolog, ez a legmegfelelőbb szó rá, felkapott dolog volt, nagyon divatos volt ugye akkor a moziba a harcművészetek, és nagyon sok gyerek jelentkezett akkor, amikor itt elkezdődött a karate. Én nem is mondanám, hogy a legelsők között kerültem ide, de engem is érdekelt, tehát magával vonzott ez a légkör. Leginkább egyébként azért nem jelentkeztem az elsők között, mert a többiek felsőbb osztályos gimnazista és felnőtt fiatalok voltak, én pedig alsó tagozatos voltam ekkor még, és hát nyilván ez egy picit félelmet keltő volt számomra, hogy nagyok közé, de aztán engedtem a nyomásnak, a baráti társaságomban nagyobb gyerekeknél volt olyan, aki már karatézott, engem is nagyon-nagyon érdekelt egyébként a dolog, imádtam ezeket a harcművészeti filmeket. Akkor egyébként az akkori jugoszláv csatornákon már egy-egy ilyen amatőr karate versenyt egyébként ilyen szemcsésen be lehetett fogni, és olyan riportokat, riportműsorokat lehetett látni. Tehát érdekelt a dolog, és hát akkor engedtem a csábításnak, és 1984. szeptemberében, aztán negyedik osztályos koromban akkor én is beléptem a dojo kapuján, akkor Tóbi István volt az edző. Akkor 10 éves korod óta üzöd ezt a sportot, ami már inkább egy életforma vagy szerelem? Hivatás, életforma, szerelem, adrenalin, barátságok, tehát ugye ezt nem lehet egy-egy fogalommal kifejezni, hogy azért nekünk ez mit jelent. Gyakorlatilag minden alárendelődik az életünk során ennek, tehát még a családi ünnepek is, vagy a családi találkozók is hozzánk igazodnak. Mindig azt mondtam, hogy egy
és ezt nem csak a karatésokra mondom, hogy egy sportemberrel való együttélés az nem egy egyszerű dolog, mert ugye mi életünk programozott, mind az edzések, mind a hétvégi programok és versenyek tekintetében, az több hetes edzőtáborokról nem is beszélve. Tehát a családnak is gyakorlatilag ehhez kell igazodni. De hát ugye a mindennapi dolgaink, egy-egy találkozó, egy-egy baráti összejövetel, maga egyébként, ahogy mondtam, az iskolákról, ahogy említést tettem, gyakorlatilag szóba se jött az, hogy én nem Bátaszék környékéről valahogy elmozduljak, mert hogyha elmozdulok innen, akkor gyakorlatilag abból a ritmusból esek ki, amiben szocializálódtam kisgyerekkorom óta. Tehát nem azért volt alternatíva nekem a Szekszárdi főiskola, mert csak oda vettek föl, hanem eszembe se jutott az, hogy esetleg távolabbra menjek, mert akkor az biztos, hogy valamiféle lazább kapcsolatot jelentett volna a csapattal, meg a baráti közeggel. És akkor Pécsre mentél? Igen, Pécsre mentem utána, de azt ugye már levelezőn csináltam, tehát megfért egymás mellett maga a karate, az edzői szerep, és maga a főiskola. A főiskola alatt, a Pécsi egyetemi évek alatt te már tanítottál? Ez egy érdekes dolog. Bencs tanár úr, aki már nincs köztünk, ő már nyugdíjas éveit töltött egyébként itt a Bátaszéki Általános Iskolában, mint testnevelő. Én pedig harmad évet végeztem, és hát az a szerencsés helyzetben voltam, hogy negyedik elején, illetve harmadik végén engem megkerestek a szekszárdi gyakorlóból is, hogy képesítés nélkül nem szeretném úgy tölteni a negyedik évemet, hogy közben tanítok a szekszárdi gyakorlóba. De tudtam, hogy itt Bátaszéken a bencs tanár úr után várnak engem. És akkor én bejöttem ide Bátaszékre, Kemény Lajos igazgatóral egyeztettem, és azt mondta, hogy Ákos, szeptembertől jöhetsz, tehát a gyakorlót vissza kellett utasítanom, és Bátaszéken kezdtem úgy, hogy a szekszárdi negyedik évemet már egyéni tanrendesként végeztem, és mellette dolgoztam itt Bátaszéken, úgyhogy amikor Pécsre mentem, akkor gyakorlatilag itt már volt a hátam mögött egy év, de egyébként én már a szekszárdi tanítóképzős évek előtt óraadóként, mint karate edző dolgoztam a Bátaszéki Általános Iskolának, mert akkor volt egy testnevelés tagozat, és a testnevelés tagozatban helyet kapott a tanrendbe a karate, és óraadóként ilyen heti pár órába, úgy mondom, hogy havi 8-10 órába jöttem be Bátaszéki Általános Iskola alsós gyerekeknek karatét oktatni testnevelés óra keretein belül. És azért választottad Bátaszéket, mert akkor itt könnyebb volt a karatét is összeegyeztetni a szekszárd helyett, vagy pedig a város miatti kötődésed miatt? Hát ez is. Tehát én még egy régi vágású fazon vagyok, ahova szocializálódok, vagy amiben szocializálódok, onnan nagyon nehéz mozdulni. És hát nyilván van az emberben egy lojalitás is, hogy Bátaszék teremtette meg azt a táptalajt, ami lehetővé tette azt, hogy a karate országos szintűvé nője ki magát. Természetesen van kötődésem a bátaszéki emberekhez, a bátaszéki templomhoz, a molyhos tölgyhöz, az egész környezethez, tehát én imádom egyébként Bátaszéket és Bátaszék környékét, úgyhogy az egész megint egy ilyen komplex, hogy ide kötöttek az emberek, ide kötöttek a városi helyek, a barátok, és hát nyilván az is, hogy itt nőttem föl, tehát ettől azért nehéz lett volna elszakadni. Fontos az, hogy te pedagógusi végzettséggel rendelkezel ahhoz, hogy te ilyen edző legyél, mert nyilván azért gyerekeken is az látszik, hogy ők nagyon szeretnek téged, de azért te megköveteled azt, amit meg kell. Érdekes dolog, mert hogy én előbb lettem edző, mint pedagógus. És hát sokszor a fejemre is olvassák az idősebb tanítványaim, akik abból az időszakból ismernek, hogy lám, akkor mennyivel szigorúbb voltál. És hát az ember életében azért vannak olyan pontok, amikor azt mondja, hogy változik a pedagógiája,
Az egyik nyilván az, hogy én edzőként kezdtem, utána lettem pedagógus. A pedagógiai főiskolán rengeteg előnyöm származott abból, hogy én nem akkor találkoztam először gyerekkel, amikor a tanítási gyakorlatokat töltöttem, hanem volt bennem egy lazasság, egy rutin, egy könnyedség, ami nyilván tetszett azoknak a szakvezetőknek, akikkel mi akkor együtt dolgoztunk. De természetesen ezek a szakvezetők nagyon jól fordították arra a tekintetünket és a pedagógiánkat, hogy ott olyan plusz dolgokat kapjunk, ami egyébként utána visszahat az edzői pályafutásra. Egyrésztről, másrésztről hát született közben két gyermekem. És hát amikor az embernek gyereke születik, onnantól kezdve teljesen másképp nézi az egész pedagógiát, mint szakmát. Addig csak ugye pedagógusként figyeltem ezt az egész közeget, de onnantól kezdve elkezdtem szülői szemmel is, és nyilván abban az apa szerepben már sokkal jobban megrágtam azokat a döntéseket, illetve szituációkat, ami éppen elém sodródott. Amíg nem voltam pedagógus, amíg nem voltam apa szerepben, addig ezeket nagyon könnyen és akár élesen lereagáltam, és még lehet, hogy nem is gondolkodtam utána, hogy az helyes vagy helytelen volt a döntés. Én azt mondom, hogy a pedagógiai pályafutás és az apa szerep megtanított egy picit kételkedni önmagamban, és megtanított picit más szemszögből nézni, egy tükröt tartott elém, hogy ezt hogy lehet, vagy hogy kell csinálni, néha önvizsgálatot tartani, néha egy-egy szituáción utána elgondolkozni, merni azt mondani, hogy elnézést, hibáztam, próbáljuk megbeszélni a problémákat, vagy a szituációkat, tehát mindenféle szempontból azért mind az edzői pályafutás, mind a pedagógiai, mind az apa szerep, ezek kölcsönhatásban voltak, pláne az utóbbi időben. Te testnevelő tanárként nyilvánvalóan fontosnak tartod a mozgást. Gondolom mindenféle nemű sportba jártas vagy, de miért tartod fontosnak a küzdősportot? Egyáltalán fontosnak tartod, hogy egy gyerek tanuljon meg bizonyos alapvető szinten a küzdősportokkal foglalkozni? Hát igen, sokan azt gondolják rólam, hogy én egy szakbarbár vagyok, és én csak a karatéban tudom elképzelni magát a sportot. Tehát azt gondolják rólam, hogy nálam a sport egyenlő karate. Ez egyébként nem igaz. Tehát testnevelő tanárként eleve nem gondolhatom így, hiszen ott egy olyan széles ismeretanyagot kaptunk, ami az ütős sportoktól, a labdajátékokig, az egyéni sportáig, az ugrókötelezésig, szóval sok mindent magába foglalt, és nyilván ebből van olyan, ami nagyon testközeli volt és nagyon tetszett, van olyan, ami egy picit testidegen volt, nyilván meg lehetett tenni, volt bizonyos rugalmasság a rendszerben, hogy azokat a részeket kiadjuk. A küzdősportot magát egyébként fontosnak tartom ettől függetlenül, hogy van egy nagy halmaz, amiben benne van a testnevelés és sport. Én azt gondolom, hogy a fizikai kontakt, mint olyan, az egyrészt nagyon fontos a gyerekek számára, hogy megszokják azt, hogy valaki belép akár az intim szférájukba, és azt megfelelő módon tudják kezelni. Ugye azért nem kell messzire menni, egyre több agresszióval, egyre több olyan környezeti hatással találkozunk, amit majd jól le kell kezelni, jól meg kell oldaniuk ezeknek a gyerekeknek. Maga az intim szférába való belépés az azt is jelenti, hogy te a komfortzónádból kiestél, mert ugye te egy idegen embert nem tűrsz meg az intim szférádba, kvázi kiesel a komfortzónádból, kvázi neked ezt jól kell kezelned. Ha valaki a gyerekkora óta abban szocializálódik, hogy mi megragadjuk egymást, megfogjuk egymást, ott vagyunk bent tényleg abban a testi közelségben, akkor egyrészt ezt is megtanulja. Nyilván önbizalmat ad, mert olyan fizikai, kondicionális képességekre tesz szert az ember, ami nyilván ad neki egy önbizalmat. A karate meg pláne magába hordozza azt a fajta fegyelmet, ami a munkafegyelemre, az idősebbek
felé udvariasan forduláshoz, illetve a társak megbecsüléséhez vezet. Tehát én azt gondolom, hogy a küzdősport azért ebből a szempontból bizonyos szinten különbözik a többi sporttól, és e tekintetben egy picit a küzdősportok talán jobban tisztelik azokat a hagyományokat, amik régen elfogadottak voltak, és most egy picit már a múltba kezdenek veszni. Én egyébként ezért is mondom azt, hogy lehet, hogy a mai fiataloknak nem ártana egy fél év katonaság, amikor kiadnak nekik egy feladatot, és akkor megkérdezik, hogy miért. Tehát ezt aki katonaviselt ember volt, amikor kap egy felsőbb utasítást, akkor nem kérdezi ilyet. Vagy amikor egy picit ugratják, úgymond szivatják az embert, és azt el kell tudni lelkileg viselni, el kell tudni helyezni, és le kell tudni magunkba rendezni. És azért a katonaságnál is nyilván voltak olyan kontakt, együttélési és olyan alapvetőségek, amit megtanultunk, úgyhogy ráadásul ott is volt önvédelem. Tehát én azt mondom, hogy ráférne a fiatalokra egy pici katonaság, egy kis önvédelem, az a fajta közösségi élet, ami a karatét jellemzi, vagy ami a küzdősportokat jellemzi. Tehát akkor ez egyfajta fegyelmet is, nyilván kénytelen egyfajta fegyelmet tanítani a gyerekeknek, vagy a diákoknak. Igen. Kicsit ahhoz tudom hasonlítani egyébként a karatét, mint amikor írni tanul a diák. Tehát amikor írni tanulnak a kis elsősök, akkor ott nem lehet beszélgetni, ott nincs, tehát a munkazaj az egy nagyon csendes és egy ilyen nyugodt közeg. És én azt gondolom, hogy a karate is ehhez hasonlít az első időszakban, a tanulási fázisban, amikor szocializálódnak, amikor megszokják a gyerekek ezt a közeget, akkor nyilván a játékban megvan a munkazaj, ugyanúgy, mint egy tanórán is vannak játékos rávezető feladatok, de amikor munka van, akkor mindenki csöndben van, és mindenki gyakorol. Tehát én azt gondolom, hogy a karate ebből a szempontból is közvetíti, magába hordozza azt a fajta fegyelmet vagy fegyelmezést, ami egy jó értelembe vett fegyelmezés, mert amikor dolgozunk, akkor csak arra koncentráljunk, amit éppen csinálunk, tehát megtanít a célokra és a munkára fókuszálni. És viszonylag régóta a karatéról beszélgetünk, és nem ezt ígértem a nézőknek. Mit csinálsz te szabadidődben, abban a nem sokban, mert gondolom nincs túl sok? Egyrészt igyekszem minél kevesebbet aludni. Azért, hogy minél több szabadidőm legyen. Tehát tényleg én ilyen éjszakai bagoly vagyok, aki nagyon későn fekszik, és nagyon viszonylag korán kell. Általában 5 óra alvásokkal szoktam operálni. És amikor nem karatézom, akkor egyrészt én mindenféle szempontból fontosnak tartom azt, hogy legyen egy én órám naponta, vagy legalábbis hetente 5-ször. Olyankor elmegyek egy kicsit, vagy kardiózok, biciklizek, vagy elmegyek ilyen izomébresztők is saját testsúlyos edzésre, amikor csak magam vagyok, és saját magamra figyelek. Tehát ez teljesen más, mint a karate, vagy mint a sportok, amit közösségben csinálok, ezt itt csak magamra fókuszálok, tehát ezt nem hagynám ki az Istenért se. A másik pedig az, hogy hát imádok gyerekkorom óta egyébként fotózni, és aztán utána később ez hozzáadódott maga a videózás. És ugye a karate meg a sport által értelemszerűen valahogy azt kezdtem el fotózni, azt kezdtem el videózni, de aztán hát nyilván amikor családom lett, akkor nyilván a gyerekekről is készültek képek és videók, és akkor bennem van egyfajta ilyen törekvés, hogy semmit ne csináljunk középszerűen. Tehát vagy csináljuk, vagy nem csináljuk. A középszerűségről én azt gondolom, hogy egy csomó energiát elfecsérlünk rá, meg egy csomó időt, és igazából nincsen olyan maradandó eredmény, amit esetleg majd, amikor már nem leszünk, akkor magunk után tudunk hagyni.
És én a fotózást, videózást is így gondolom, hogy abban folyamatosan tanulni, abban egy csomó izgalmas dolog van, ahogy fejlődik a technika, úgy fejlődnek a lehetőségek, tehát ha azt nézem, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt milyen videót vágtam, és most milyen, akkor az nyilván ez már nem ugyanaz a dimenzió, de ugyanez elmondható a fotózásról is, és hát kinőtte magát ez egy olyan szintre, hogy hát jöttek a felkérések, először egyre több fotózással kapcsolatos felkérés érkezett hozzám, aztán ahogy valahogy a videóim is így napvilágot láttak, akkor azzal kapcsolatban is megkerestek, és hát ez elég széles a spektrum, mert nyilván ebben van sport, van egy kis természetfotózás, nagyon sok rendezvényfotózás, és hát időnként, amikor van egy-egy olyan szabad hétvégém, akkor vagy egy jegyes fotózást, vagy egy esküvői fotózást, videózást el szoktam vállalni. És akkor abban gyakorlatilag ki tudok úgy teljesedni, hogy a karate is egy építő jellegű és egy alkotó munka, ahol átad az ember, de a fotózás, videózás az egy olyan kézzelfoghatóbb dolog. Ugye nem egy olyan hosszú távú dolog, amikor egy kisiskolás gyerek odajön hozzád karatézni, és lehet, hogy 5-10 év múlva lesz egy olyan eredmény, ami kitehető a kirakatba, hanem a fotózás, videózás az gyakorlatilag megtörténik a munka, és rövid időn belül van egy termék, ami téged jellemez, a kezed munkáját magánviseli, és ebbe ez az izgalom, hogy egyből valamit alkotni és megmutatni, és hát tök jó a pozitív visszacsatolásokat ezzel kapcsolatosan fogadni. És ez még hobbi nálad, vagy ez már átcsapott a munkába? Ez már átcsapott a munkába, de azért én igyekszem egyensúlyba tartani, tehát nagyon fontos az, hogy a sport, amit alapvetően vállaltam, és amire vállalkoztam, az ne sérüljön ebbe a dologba, tehát akármilyen munkát kérnek tőlem, akkor mindig én nekem az első kérdésem az, hogy mikor lesz az a munka, és hogyha nincs ütközés, se családi programmal, se a sportprogrammal, akkor vállalom el ezeket a munkákat. De valamikor csak úgy a saját magam örömére is, a családdal elmegyünk valahova, és akkor hát egy ilyen vlogszerű videót vagy fotóanyagot készítünk, és akkor az meg majd tök jó lesz visszanézni, amikor a gyerekeim nagyok lesznek, és esetleg mi megöregszünk, és ők ezt meg tudják mutogatni majd a saját gyerekeinek. Tehát szerintem észrevetted, hogy minden munkám, vagy minden alkotásom az egy picit abba az irányba mozdul, hogy valahogy ne az legyen, hogy amikor elmúlunk, akkor egy generáció után már ne emlékezzenek vissza ránk, hanem valamiféle olyan emléknyomot hagyni magunk után, ami még lehet, hogy 2-3 vagy akár több generációig is kitart. Szerintem jó úton haladsz. Igyekszem. Köszönöm szépen a beszélgetést, a nézőknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra.